Egy 32 éves férfi ellen emelt vádat a Bonyhádi járási bíróság, mert az több ezer gyermekpornográf képet és felvételt tárolt a számítógépén, illetve terjesztette is azokat. 2019 nyarán három személynek egy internetes levelező program segítségével küldött több mint 100 darab olyan fotó, illetve videó felvételt, amelyeken szintén felnőttkorú személyek, kiskorú személyekkel végeznek szexuális cselekményeket, illetve szexuálisan bántalmazzák őket. Bár a vádlott az úgynevezett darknetet, vagyis az internet bűnözők által használt felületét alkalmazta a letöltéseknél és a továbbításoknál, mégis megtalálta a nyomozó hatóság. Az üzenetküldő rendszer észlelte a küldemények tiltott voltát, és egy amerikai gyermekvédelmi szervezetnek jelentette azt, majd ők feljelentést tettek az ügyben. Mint a későbbi nyomozás alatt kiderült, a vádlott több mint 11 ezer olyan fájlt tárolt a számítógépén, amiken nem csak 14 év alatti gyermekek, de csecsemőkorúak súlyos szexuális bántalmazása zajlott, mondta a Tolna megyei főügyészség szóvivője. A Bonyhádi járási ügyészség arra tett indítványt a Bonyhádi járásbíróságnak, hogy a vádlottat börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje, a közügyek gyakorlásától tiltsa el, a tőle lefoglalt eszközöket kobozza el, továbbá kötelező jelleggel ilyenkor indítványt kell tenni arra is, hogy végleges hatállyal tiltsák el a vádlottat bármely olyan tevékenység vagy foglalkozás végzésétől, melynek során 18. életévüket be nem töltött személyek gondozását, felügyeletét, nevelését vagy gyógykezelését látná el. Ha a vádlott az előkészítő ülésen elismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyalásról, úgy 3 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztést és 4 év közügyektől való eltiltást kaphat. Ha nem működik együtt, úgy akár 7 évre is börtönbe mehet.